Néhány napja tett bejelentést a rendőrségre egy nagymányoki nő, hogy a szembeszomszédja házában valószínűleg betörők vannak. A kiérkező egyenruhások egy kivilágítatlan autóra lettek figyelmesek, ezért megállították azt. Igazoltatták az autó teveli sofőrjét és falubeli utasát, és az autó átvizsgálása során különböző alkatrészeket találtak, amiről a férfiak az elszámoltatás során elmondták, hogy egy közeli házból lopták azokat. A megadott címen kollégáink szemlét tartottak. Kiderült, hogy a férfiak közül az egyik tudta, hogy a tulajdonosnak több lakatlan ingatlana is van a településen, nincs otthon, úgyhogy bármelyikbe bemehetnek. Az Ady Endre utcai ház bejárati ajtaját benyomták, így jutottak be az épületbe, majd az ott talált értékeket kivitték az udvarra. Elmentek a távolabb leállított autóért, és elkezdték bepakolni a lopott tárgyakat. Időközben valaki lámpát kapcsolt a közelben, így a lebukástól tartva a két férfi elindult haza. Az autón nem kapcsolták fel a világítást, hát ha így nem veszik észre őket. A kocsiban talált és a ház udvarára összekészített dolgok értéke összesen 150 ezer forint volt, amelynek teljes egésze lefoglalással megtérült, illetve az árszerkezet rongálásával további 5000 forintos kár írható az elkövetők számlájára. A 48 és 50 éves teveli betörőket lopás büntettével gyanúsították meg.